Jó napot kívánok! Mint azt önök is tudják, az utóbbi 3 hónap adatai alapján országosan mintegy 300 elhagyott újszülött rekedt állami kórházakban, vagy ennyien várnak rá, hogy nevelő szülők vegyék őket magukhoz. Ezeknek a babáknak a gyermekvédelmi rendszer szétesése miatt nem találtak új otthont, vagy nevelő szülőket. Ezért a súlyosan leterhelt, de áldozatos munkát folytató kórházi dolgozók gondjaira vannak bízva. Sajnos a dolgozóknak alig jut rá idejük, ahogy a babákkal foglalkozzanak, így ezek a csecsemők az első hónapjaikban lényegében magukra vannak hagyva. Nincs, aki magához ölelje őket, amikor sírnak, nincs, aki beszéljen hozzájuk, játszon velük, szeretgesse őket. Ezeknek a gyerekeknek az első hónapjaikat anyai szeretet és figyelem nélkül magányban kell leélniük, sokszor kórházi beteg gyerekek között, rideg kórtermekben. És mindezért a gyalázatért egyetlen ember felelős, Orbán Viktor. Az Orbán kormány ugyanis a szégyen teljesen alulfizetett gyermekvédelmi dolgozókra tolta a felelősséget a bicskei pedofilügyért és az azt követő kegyelmi botrányért. Bevezették az úgynevezett kifogástalan életmód vizsgálatot, egy megalázó módszert, amely számos gyermekvédelmi szakembert és nevelő szülőt űzött el az ágazatból. A magánéletvédelmét súlyosan sértő vizsgálat kérdéseit a gyermekvédelemhez semmit sem értő nemzetvédelmi szolgálat állította össze, és rendőrök töltették ki az érintettekkel. A szakemberek és a nevelőszülők hiánya miatt omlott össze az ellátás, emiatt rekedtek a kisbabák a kórházakban. A tragikus, szívszorító állapotokról személyesen is meggyőzöttem a budapesti Ján Ferenc kórházban, ahol tudomásunk szerint 35 kisbaba várt nevelőszülőkre. A sajtóhírek mögött valódi tragédiák, valódi szenvedés húzódik meg. Nincs több időnk, tennünk kell végre valamit ezekért a gyermekekért. Az ő megmentésük érdekében nyújt be határozati javaslatot az országgyűlés elé a Demokratikus Koalíció. Ennek részleteiről és saját kórházi tapasztalataikról fog beszélni Földi Judit és Varga Ferenc képviselőtársam. Köszönöm. Köszönöm, én is köszöntöm Önöket. Ahogy képviselőtársam is elmondta, a kórházakban egyre nehezebb feladat a szakszerűen ellátni a magukra hagyott kisbabákat. A Székesfehérvári kórházban a saját szememmel láttam azt a több állami nevelőszülői gondoskodásra szoruló csecsemőt, akiknek sajnos nem jut elég ölelés és figyelem, hiszen a kórházi dolgozóknak közben törődniük kell a betegekkel is. Ezért kell lépnünk minél gyorsabban. Erről szól a DK határozati javaslata is. A határozati javaslatunk szerint először is azonnali többletfinanszírozást kell nyújtani azon kórházak részére, ahol olyan újszülötteket gondoznak, akiket születésük után nem vittek, vagy nem vihettek haza családjukhoz. Azonnal több pénzt kell kapnia a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknak, és meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a kórházban hagyott újszülötteket speciális nevelőszülőkhöz ideiglenesen el lehessen helyezni. Az ő segítségükre addig lenne szükség, amíg a babák a felnevelésükre alkalmas családtaghoz vagy örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. A kormány által többletforrásokból pedig tisztességes bért kell fizetni a gyermekvédelmi dolgozóknak, valamint tisztességes díjazást a hivatásos nevelőszülőknek. Hogy milyen problémákat orvosolnánk ezekből az intézkedésekből, arra Varga Ferenc képviselőtársam fog beszélni. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm, Judit. Képviselőtársaimhoz hasonlóan én is felmértem a helyzetet a szűkebb hazámban, Szentesen. A szentesi kórházban szintén több csecsemő várja, hogy végre szerető családhoz kerüljön. A többi kórházban tapasztaltakhoz hasonlóan kiderült, hogy a kórház nem kap külön pénzt a babák ellátására, így nincs miből tápszert, pelenkát és gyermekruhát venni a számunkra. És ha néhány hónapnál tovább marad egy-egy baba, akkor játékra, fejlesztő eszközökre sincs forrás. Sőt, az is kiderült, hogy ezek az egészséges kisbabák több helyen fertőző betegségben szenvedő gyermekekkel együtt vannak elhelyezve a kórházi osztályokon, mert egyszerűen nincs számukra máshol hely az intézményben. A DK határozati javaslata szerint a mindenkori kormány elkölcsi és jogi kötelezettsége minden gyermek számára biztosítani a védelemhez és gondoskodáshoz való jogot. Ehhez képest a családbarát Orbán kormány kormányzása alatt a gyermekjóléti ellátások színvonala rohamosan csökken.
Az alapellátásban és a szakellátásban is olyan alacsony a normatív támogatás, hogy a béreket és a rezsit önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tudnák kifizetni. Ráadásul több mint 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Ezeket a problémákat is olvasolná a Demokratikus Koalíció határozati javaslata. A frakciónk elkötelezett abban, hogy a legsérülékenyebb és legvédtelenebb korosztályt, a gyermekeket védje. Nekünk szociáldemokratáknak minden gyermek egyformán fontos. Szülessen bárhol, bármilyen körülmények között az országban. Ha a kormány nem hajlandó megvédeni a védtelen kisgyermekeket, akkor ezt mi fogjuk megtenni. Köszönöm a figyelmüket!